Jó napot kívánok! Nyugdíjasok százezreit taszította a megélhetési válságba a száguldó Orbáni infláció, amely már több mint háromszor nagyobb, mint az Európai Unió átlagos inflációja. Az Orbán kormány ráadásul szándékosan alábecsüli az évközbeni drágulás mértékét, hogy jóval kisebb nyugdíjat kelljen emelnie, mint amekkora a nyugdíjasoknak törvény szerint járna. Vagyis a nyugdíjasok Orbán Viktor miatt élnek rosszul. Az Árnyék kormány a 13 pontos antiinflációs csomagja részeként nem évente, hanem minden negyed évben nyugdíjkorrekciót, vagyis visszamenőleges nyugdíjemelést fizetne ki a nyugdíjasoknak, hogy segítse az idős embereket a gyorsuló inflációval szemben. A nyugdíjkorrekció összegét a drágulás valódi mértéke alapján, vagyis a negyedéves inflációs adatok szerint kell megállapítani. Így nem kell tovább hiteleznie a nyugdíjasoknak az Orbán kormányt, amely nem tartja be a törvényt, vagyis nem emeli a nyugdíjakat a drágulás mértékének megfelelően. Ráadásul az első negyedéves emelést már az áprilisi nyugdíjakkal együtt ki kellett volna fizetni, de Orbán Viktor ezt megtagadta az idős emberektől. Ezért az Árnyék kormány Magyarország egyetlen reménye arra, hogy egy tisztességgel ledolgozott élet után az idős emberek tisztességes nyugdíjban részesüljenek, és véget vessünk az Orbáni inflációnak. Magam is egyre több idős embert látok a boltok polcai előtt, ahogy kétségbe esetten számolgatják a pénzüket. Vagy éppen a csemegepultnál csak néhány szelet felvágottat mernek kérni. Olyan alapvető élelmiszerek drágultak a duplájukra, sőt 110-160%-kal egy év alatt, mint a kenyér, a tejföl vagy a sajt. Európa szégyene, ami ma Magyarországon zajlik. Kizárólag Orbán Viktor miatt élnek rosszul a magyar nyugdíjasok. Ezért mondom azt, hogy az Árnyék kormány 13 pontos antiinflációs csomagja részeként nem évente, hanem minden negyed évben nyugdíjkorrekciót, vagyis visszamenőleges nyugdíjemelést kell kifizetni a nyugdíjasoknak, hogy segítsük az idős embereket a gyorsuló Orbáni inflációval szemben. A nyugdíjkorrekció összegét a drágulás valódi mértéke alapján, vagyis a negyedéves inflációs adatok szerint kell megállapítani. Így nem kell tovább hiteleznie a nyugdíjasoknak az Orbán kormányt, amely nem tartja be a törvényt, vagyis nem emeli a nyugdíjakat a drágulás mértékének megfelelően.